Nos hát a táncból ítélve jól őrzik a hagyományt a művészakos hallgatóink, és hát minden bizonnyal jövőre is el fogják égetni a kiszebábot. Folytassuk stúdió témáinkat. Vendégem dr. Honfi László intézet igazgató, tanszékvezető, főiskolai tanár. Tisztelettel köszöntöm a stúdió, és hát ha ön megjelenik itt nálunk, akkor mi másról lehetne szó, mint a sportról. Lassan főiskolánkat kezdik ismerni a felsőoktatásban, mint élsportban jeleskedő oktatási intézményt, amely az utóbbi időben ritkaság volt, mi ebbe ismét példamutatóak lehettünk. Hogyan tud működni a mai helyzetben egy egyetemi sportklub, egy főiskolai sportklub, hiszen mindenütt arról panaszkodnak, hogy milyen nehéz a helyzet. Hát itt sem könnyű, viszont én azt mondanám, hogy van kettős vonulata az egyetemi sportnak. Az egyik a hallgatók és dolgozók egészségsportja, rekreációja, aminek feltétele lenne, hogy legyen általános testnevelés, ahol megszólíthatjuk, megérinthetjük őket, és a programból bevonhatjuk őket. Sajnos csak a természettudományi karon van. Én itt egy szép váltásra számítanék, mert minden hallgatónak igénye van erre, sőt a felsőoktatási törvény is előírja az intézménynek, hogy a lehetőséget biztosítani kell. Ez a vonulat is viszonylag erős nálunk, mert nagyon sok sportprogramot szervezünk hallgatóknak, dolgozóknak, hál' Istennek a létesítményeink állandóan tele vannak. A másik vonulata az élsport. A sportklubunk 12 szakosztály működik, Észak-Magyarország legnagyobb sportklubja, ugyanis az egyszakosztályos egyesületek vannak most divatban. Nekünk 12 szakosztályunk van, ebből 4 csapatunk az első osztályban szerepel, férfi vízilabdások az A csoportban, a többiek B csoportban, női kézilabda, férfi kézilabda és férfi kosárlabda. Na most ezekkel a csapatokkal szerencsénk van, mert a társasági adó lehetőséget biztosít arra, hogy szponzorok segítségével a társasági adót idehozzuk a sportklubba, és azt a csapatra fordítsuk. Nagyon komoly, 10 milliós nagyságrendű pénzt tudtunk behozni az egyes szakosztályokhoz, és ebből élnek, működnek, mert egy ilyen szakosztálynak igen komoly költsége van, utazás, bíró, igen komoly összeg például a játékvezető kifizetése, felszerelést kell venni. Én úgy gondolom, hogy a költségeket így a TAU segítségével elő tudjuk teremteni. Picit visszaterelném még a sportklubhoz, tanár úr, ha nem haragszik, hiszen említett, hogy 12 szakosztály Észak-Magyarország legnagyobb sportklubja, de csak 4-et soroltunk föl. Illetve három sportágat, 4 szakosztályt. Van még ezen kívül férfinői atlétika, torna, úszó szakosztályunk, férfinői röplabda csapatunk a megyei bajnokságban szerepelnek, van MB2-es férfi kosárlabda csapatunk, MB2-es női kosárlabda csapatunk, és kispályás labdarúgó csapatunk, rengeteg csapatunk, szakosztályunk van, és mivel pénzügyi okokból csak az egyszakosztályos egyesületek vannak divatban és többségben, manapság ritka ilyen nagy egyesület. Sőt, az egész országban kevés ilyen nagy egyesület maradt már meg. Nagyon nehéz eltartani sok szakosztályt. Ettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy erre szükség van. A sportklubban teljesítik a sportszakos hallgatók a sportszakmai gyakorlatot. Ez tantárgy. Nekik 4 fél éven keresztül kötelező edzést látogatni, ugyanis nagy valószínűséggel jobb testnevelő tanár lesz az, aki rendszeresen sportol. Annak analógiájára, hogy jobb magyar tanár lesz az, aki sok szép irodalmi könyvet elolvasott. És 4 fél éven keresztül kötelező edzéslátogatás van, és ezt a tantervi feladatot a sportklub vállalja és oldja meg ebben a 12 szakosztályban. Van-e a háttérben olyan szakosztályunk, amelyik olyan fejlődés előtt áll, vagy olyan irányvonalat mutat, hogy esetleg följebb tud zárkózni? Én úgy gondolom, hogy az erőnket már meghaladná további szakosztályok felfuttatása. Nem beszélve arról, hogy azért itt a hallgatói fluktuáció igen erős. Itt 3 évente, 4 évente cserélődnek a játékosok, végeznek, elmennek, mások jönnek helyettük, új csapatot kell építeni. Tehát ez nagyon nehézé teszi azt, hogy első osztály csapatokat
indítsunk, és minél több magas szintű szakosztályunk legyen. Én úgy gondolom, hogy ettől többet már nem tudunk bevállalni, így is a főiskola igen komoly segítséggel van felénk, anyagilag is, erkölcsileg is. Igen komoly segítséget kapunk a várostól is, a megyei önkormányzattól is, az Egyetemi Sportszövetségtől is kapunk egy kevés támogatást, bár onnan kaphatnánk többet is. Pályázat útján, amit lehet, behozunk a sportklubba, de egyre nehezebb pályázni is, mert egyre kevesebb pályázati lehetőség van. Tehát új szakosztályokat nem igazán tudnánk most felfuttatni. Lépjünk tovább akkor a témáink között, hiszen az elmúlt adásainkban már szóltunk, amikor frissen felröppent a híre a Hajós Alfréd tervről. Hogyan tudjuk mi ezt kihasználni? Hogyan vonatkozik esetleg ránk? Ez a Hajós Alfréd terv egy nagy léptékű, széles spektrumú, a felsőoktatás sportjának minden szegmensét átfogó tervezet. Megvalósítása 8 évre szól, hosszú távú, de szakaszolható. Nagyon sokat segíthet a felsőoktatási intézmények sportján. Foglalkozik szabadidős sporttal, általános testneveléssel, élsporttal, rendszeres egyetemi bajnokságot indítanának labdajátékokban, terveznek nagyobb pénzbevonást TAO-n keresztül. Sajnos egyenlőre a TAO-ba az egyetemi sport nem tud beszállni, csak a társadalmi egyesületek. Harcolunk azért, hogy 6. látványsportág legyen a felsőoktatás sportja, és olyan elbírálás alá esne, mint például egy kézilabda, mint látványsport. Ha ezt meg tudnánk csinálni jogilag, akkor egész komoly pénzt lehetne behozni a felsőoktatás sportjára. Nekem a Hajós Alfréd tervvel annyi gondom van, hogy ezeknek a szép terveknek a megvalósítására, az az évi 150 millió, amiből gazdálkodik az Egyetemi Sportszövetség, és ez kevesebb, mint egy évvel ezelőtt volt, nem lehet megoldani. Ide minimum évi 800 millió forintra lenne szükség, és akkor ezt a programot ragyogóan meg lehetne valósítani. Én bízom benne, hogy a sportkormányzat, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság, ahonnan a pénz nagy része jön, ezt felismeri, és kellő súlya támogatja majd az egyetemi sportot. Hát, ami nem csak annyit jelentene, hogy az egyetemen tanulók tudjanak sportolni, hanem azt is jelentene, hogy olyan szemléletet vinnének ki az életbe, akik egyetemeken, legkülönbözőbb egyetemeken, nem csak tanárképzésről van szó, végeznek, ami az egész magyar társadalomra tudna hatni. Tehát ez egy rendkívül összetett dolog lehetne. Az utolsó lehetőség, hogy megnyerjük az egészséges életmódnak és a rendszeres sportnak az embereket, mert innen már a munka világába kerülnek. Ha most nem fertőzzük meg ebben az utolsó stádiumban, nagy valószínűséggel soha nem sportol. És hát blődőnek veszik, ha ilyenkor azt mondja az ember, hogy mindjárt kevesebbe kerülne az egészségügy finanszírozása, mindjárt kevesebbe kerülne a különböző táppénzrendszerek finanszírozása. Tehát a hangsúly az egészséges életmódra kerül. Prevenció olcsóbb, mint a gyógyszer. Így van. Így van. Na hát akkor örülök, hogy ebben egyetértünk. Azért én azt javaslom, hogy mégiscsak térjünk vissza az alaptémánkhoz, hiszen itt egy főiskolán vagyunk, ahol a tanulás a legfontosabb, a képzés a legfontosabb, és az elmúlt tanévben igencsak örvendetes volt, ha fölvételi létszámokat néztük. Mire számíthatunk idén? Milyennek az első információk? Még mielőtt a kérdésre válaszolnék, szeretném azt elmondani, hogy a sportklubunk a főiskola jelenlegi menedzsmentjétől nagyon komoly segítséget kapott az elmúlt 10-12 évben. Pozitív diszkriminációba részesítették a sportot, ugyanis a sportnak van egy PR szerepe is az intézmény életében. Nincs még egy olyan szelete az intézménynek, ami miatt hetente több mint 100-szor leírják azt, hogy Eszterházy Károly főiskola. Na most ettől megszabadulni kár lenne, nem lenne szabad kidobni az ablakon. Ugyancsak fontos az előbb említett diáksport, hallgatói, dolgozói, egészségsport. Ezt a két vonulatot én nagyon bízom benne, hogy a következő rektor is akceptálni fogja, és ugyanilyen elbánásban részesül a hallgatói sport is, és az élsport is, mert ez mindenképpen egy érték, ami sok év alatt épült fel, és ezt kár lenne veszni-hagyni. A kérdésre visszatérve,
2011-ben, amikor 130 fős államilag támogatott helyünk volt, egy 170 fős első évet tudtunk indítani, ami nagy dolog volt akkor. 2012-ben mindenki elkezdett félni, mert összesen 40 fő államilag támogatott helyet kaptunk. Én egy kicsit optimista voltam, de az én optimizmusomat is túlszárnyalta az, hogy 260 fős első évfolyamat indítottunk, miközben csökkent az államilag támogatott létszám. Az okát keresünk, a mai napig nem tudjuk. Valószínű azért, mert jók vagyunk, tehát más magyarázat erre nem lehet. Persze a viccet félretéve tényleg nem tudjuk a pontos okát. És én ezt a tendenciát várom az idén is. Ráadásul a keretszámok valószínűleg bővülnek. Nyílt napon nagyon sok hallgató keresett meg bennünket, a képzési területünk után érdeklődtek. Az edukáció kiállításon is az EGRI standon gyakran érdeklődtek a rekreáció és a sportszakok iránt. Tehát ezen előjelek alapján én nagyon bízom abban, hogy jelentős létszámmal indulhat az első évfolyamunk, bár ma van az utolsó lehetőség, hogy beadják a hallgatók a jelentkezést. Én továbbra is optimista vagyok, és eljutottunk oda, hogy rengeteg hallgatónk van, és viszonylag kevés tanár az intézetben. Máshol az a gond, hogy nincs hova beküldeni a tanárt, nekem meg nincs kit beküldeni órára. Na most ez a jobbik dolog, ez a kellemesebb oldal, de ez egy nagyon megfeszített munkát igényel a kollégáktól. Heti 70 túlóránk van. Ez 5 tanári státusz mínusz. Hát tanárról itt beszélgettünk az okról, hogy mi lehet az ok, hogy ilyen sokan jelentkeznek ide. Hát a dolog roppant egyszerű, a társadalom fölismerte, hogy olcsóbb a prevenció, mint a gyógyszer. Ezek így szerint. Bízunk benne, hogy így van. Hétvégén lesz-e most itthon mérkőzés? Ez a hétvége most csendes lesz. Csendes. Múlt hétvégén két csapatunk is rangolót játszott, elbuktuk mind a kettőt. Nagyon szomorú. Ezt ki kell pihenni, azért nincs most a hétvégén. Pihenni. Idegenben játszunk, minden csapatunk győzelmi eséllyel lép pályára. Szorítunk nekik, és azt szeretnénk, hogy jövőre nem egy, hanem két A-csoportos csapatunk legyen, ugyanis a női kézilabdások közel állnak ahhoz, hogy felkerüljenek az A-csoportba. Jövőre pedig a ugyanezt a férfi, pedig ők ott maradhatnak. És szeretnénk nem az idén, jövőre esetleg a férfi kézilabdások is el tudják ezt az osztályt érni. Én úgy gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy teljesítmény lenne a főiskola részéről. Ilyen magas szinte még soha nem állt a főiskola sportja, sőt a város sportja sem. Én úgy gondolom, ezt az értéket mindenképpen meg kell őrizni. Úgy legyen, ez legyen a végszavunk, tanár úr. Ez egy jó program. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hogy maradjunk a programnál, akkor folytassuk a műsorunkat a szokásos programajánlóval, hallgatóink mit ajánlanak.